A magyarok egészségi mutatói rosszabbak az európai átlagnál. A betegségek megelőzésének fontosságától függetlenül mindegyik politikai erő halaszthatatlannak tartja az egészségügy reformját, de ezt ki másként képzeli el. Van, a magyar egészségügy számos problémával küzd. Az első és legfontosabb kérdés, hogy nem jut rá elegendő pénz. Bár a számok egymásnak ellentmondóak, mégis azt kell mondanom, hogy valahol messze az európai átlag alatt költünk a magyar emberek egészségének rendbetételére. Kórházaink rossz állapotban vannak, eladósodottak, rendszeresen pénzügyi segélyekkel kell őket megmenteni és biztosítani, hogy a működőképesség határán maradjanak. Erre azonban nem az a megoldás, hogy eladjuk a kórházakat. Magyarországon volt egy népszavazás, sokan szeretnék elfelejteni, de én azt javaslom, hogy ne tegyük. A magyar emberek kaptak egy kérdést, és válaszoltak is erre a kérdésre. A kérdés úgy hangzott, akarják-e, hogy privatizálják a kórházakat? Erre a magyar emberek azt válaszolták, hogy nem akarják. Elsöprő fölénnyel válaszolták ezt. Nem aszerint döntöttek, hogy ki jobb vagy baloldali, ki szocialista vagy fideszes szimpatizáns, hanem a szívükre és az eszükre hallgattak, és úgy döntöttek, hogy az egészségügynek Magyarországon az állami felelősség körében kell maradni. 1999-ben egy akkori miniszterelnök Orbán Viktornak hívták, azt mondta a Magyar Rádióban december 29-én, hogy márpedig miután a szakellátást privatizáltuk, privatizálni kell a kórházakat is. Nyilván emlékszik rá, nem mi mondtuk, ő mondta. Majd aztán kiderült, hogy egyetlen egy olyan miniszter volt, aki ezt megmerte próbálni. Úgy hívták, hogy Mikola István. 2001. márciusában elkívánta adni a Szobi mentőkórházat. Bizony, az ön mostani miniszterelnök helyettese, aki újabban persze más szerepben is feltűnik. Itt van a kezemben a KDNP, az önnel programszövetségben létező pártnak a programja. Tudja, mit mondasz? Hogy privatizálni kell és el kell adni, és az államnak ki kell vonulni az egészségügyből. Tudja, hogy ki ennek a pártnak a képviselője és a miniszter jelöltje? Mikola úr, az ön helyettese. Még ma este azt a kampányt, amely arra épül, hogy mi el akarunk adni, privatizálni akarunk, ezt mondják ki a forgalomból. Hozzá kell nyúlni, bele kell nyúlni a mélyébe. Biztosítás alapú egészségügyet kell létrehozni. Át kell alakítani. Megteremteni annak a lehetőségét, hogy orvosok és nővérek és betegek érdekeltségére épüljön ez. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Kérem, hogy figyeljék az időrendi sorrendet. 2007. szeptember 27-én az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 4 millió eurós kisebbségi részesedést vásárol a Hospinvestben. A bank alelnöke Freeman úr írja alá a szerződést. 2007. november 12-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr Jean Lemierrel találkozik. A miniszter úr kivételesen jó lehetőségnek tartja és ajánlja a bank számára a befektetést a betegellátásban. Szó szerint a következőket mondja Gyurcsány Ferenc. Az egész bank gyakorlatában példanélküli, hogy az EBRD Magyarországon az egészségügyi szolgáltatás szervezésbe fektet be egy olyan magántársaságba, amely Magyarországon már több kórházat is működtet, segítve az egész magyar egészségügyi reform folyamatot. Az EBRD tájékoztatása szerint a program révén a Hospinvest 10 magyarországi közkórház, illetve kórházi gyógyszer irányításához
a kórházak átalakításához és korszerűsítéséhez kap támogatást. A londoni bank az éves jelentésben a magyar közegészségügyi rendszer ésszerűsítése és a szűkös állami forrásokra nehezedő nyomás enyhítése szempontjából alapvető fontosságúnak nevezte a karcsúsítást, a konszolidációt, sőt egyes kórházak bezárását. Akkor ez egy folyamat volt. Egy kisebb százalékát próbálták privatizálni az ellátó intézményeknek, mert hát a kórházaknak, rendelőintézeteknek, gyógyszertároknak, de azért elég jelentős volt ez ahhoz, hogy akár 2 millió embert is érintsen, de 1,5 millió ember biztos. Bár a kormány hatályon kívül helyezte a pénztártörvény szerinti modell kialakítását, arról nem mondott le, hogy konszenzusos megoldásokkal, ha úgy tetszik, kis lépésekkel elinduljon az egészségbiztosítás korszerűsítésének útján. Egyszerűen arról van szó, hogy a ma működő rendszer már nem rendelkezik tartalékokkal, a hatékonyabb és felelősebb gazdálkodás tekintetében. Akkoriban egy olyan politikai kurzus volt, amelyik egy magánbiztosítást és egy magánegészségügyi ellátást erőltetett. A magánbiztosításnak is az egyik legköltségesebb formáját, a versengő magánbiztosítókat preferálta, és egyértelműen preferálta az ellátórendszer magánosítását. Egy amerikaihoz hasonló rendszer lehetett azoknak a fejében, akik ezt kigondolták. Ez anélkül, hogy a teljes kurzusnak a jogszabály alkotása ne támogassa, nem lett volna lehetséges. Tehát Hospim ezt egy előfutára volt ennek a magánegészségügynek a kialakítását célzó folyamatnak. Akkor figyeltem fel erre a történetre, amikor még Hospinvest sem volt, és Eger egyáltalán nem játszott még szerepet. Kerepes Tarcsáról kerestek meg nővérek, laborban dolgozó, egészségügyi dolgozók azzal, hogy privatizálják a laboratóriumokat, és nem akarnak nekik végkielégítést fizetni. Egy nagy, erős nyomás alatt vannak. És akkor néztem meg, hogy ki ez a cég, amelyik estén, ez a Hospinvestnek az előd cége volt. Ez teremtette meg valójában azt a gazdasági hátteret, vagy ez vezetette annak az üzleti körnek a megerősödéséhez, amely azután később már úgy gondolta, hogy elég erős ahhoz, hogy kórházakat is megszerezzen és működtesse. Az a téves eszme pusztított Magyarországon, hogy a forráshiányos egészségügybe, mondván, hogy nincs több pénz az államnak, majd a magántőke fog plusz forrást bevinni, és ez oldja meg a kérdést. Mi akkor ezt nagyon határozottan elleneztük, és fehéren-feketén kimutattuk. Magyar Orvosi Kamaraként is, és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal alapító tagjaként is a kerekasztalban, hogy ez egy ordas hazugság, ami gyakorlatilag működésképtelen, mert hogy miután az egészségügy alulfinanszírozott, tehát veszteséget termel, azt a veszteséget józanésszel és bármiféle altruista érdekből senki nem fogja bevállalni. 2007. november 30-án a korlátozott legitimitású Heves megyei önkormányzat, szocialista vezetési önkormányzat, hiszen egy renegáttal vannak többen, a kórház működtetésére pályázatot ír ki. Voltak ennek már előzményei. Nyilvánvaló, hogy ez a Hospinvest, ez nem úgy varázsütésre jött ide, és mint a csoda szarvas úgy berobbant az életünkbe, hanem már a közgyűlésen egy kiszervezési korszakot kezdtünk megélni. Én ugye a Művese állomáson dolgoztam, ami privát cég működtetett, meg működtet a mai napig, és később csatlakoztam a kórházvédéshez, az elején nem voltam ott. Sós Tamás elnök úr felhívott, hogy szeretne velem beszélni. Elmentem hozzá, beszéltünk, hogy 1,5 órát. Hát nem igen voltunk egy véleményen, nem kérdezte, hogy megnézhetné a Művese állomást. Mondom, elnök úr, természetesen.
akkor kijött, megnézte, akkor megint beszéltünk itt is, vagy másfél órát. Egy munkatársa volt vele, aki ilyen privatizációs dolgokkal foglalkozott. És egyszer csak elhangzik a tévébe egy riport, ahol az elnök úr beszélget a polgármester úrral, és felhozza, hogy milyen jó a privát cég, itt van a műves állomás, megnézte, meg van belégedve a beteg, a dolgozó, mindenki. Így működik a privát, hát ezért akarja ő privatizálni az EGRI kórházat. Akkor merült fel, hogy a Hospinvest felé próbálják majd átjátszani a EGRI kórházat. Ahhoz nyilván az kellett, hogy egy 20-20-as megyei eredménnyel zárult a szocialisták és a jobboldaliaknak a megyei aránya, és akkor volt egy Ambrus Zoltán, egy fideszes áruló. Itt Ambrus Zoltánról szól a történet, de a másik oldalt is meg kell vizsgálni, aki az árulásra buzdította. Mert nem csak a csábított, hanem a csábítóinak is van felelőssége. 2007. februárjában kiült a Fideszből, minden bizonyan megvásárolták, hogy alelnök lett, és így megváltozott az arány a kórház körül, megindulhatott a birtokba vétel. Elmentek a lakására. Nem hiszem, hogy földi jókat ígértek neki. Nyilván valami háttérben valami más egyéb is lehetett, amivel kifejezetten megszorongatták, mert amikor a közgyűlés feloszlatására került volna a sor, akkor ő ezt nem szavazta meg. Az első közgyűlést lehetetlenítettük, egy rendkívüli közgyűlés volt nyári szünetben, mert ugye nyáron általában szünetel a közgyűlés mindenütt az országunkban, és akkor lehetetlenítettük 15 civil embert. Tehát hozzáteszem, hogy én nem voltam a kórházban se villanyszerelő, van az alapszakmán villanyszerelő, se portás, semmi, tehát a családomban se volt ott dolgozó ember. Tehát én önzetlenül civilként vettem észre, de annál érdekesebben meg keményen az utolsó csepp véremig. És akkor az első közgyűlés lehetetlenítettük, a másodikon már komolyan tárgyalt a Sós Tamás és társai vele, mert maga köré fogta az Ambrussal együtt, hogy ők megszavazzák, ha beleszakadunk akkor is, és a civileket nem nézte semmibe. És az, hogy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy most megalapozott és felelős döntéseket tudjunk hozni, alapvetően az idézte elő, hogy egyrészt ugye a szocialista frakció fölrúgta azt a megállapodást, amit a kézjegyével látott. Tehát nem az első egyébként, hozzáteszem, mert a megyei hatalom megszerzése érdekében egy korábban aláírt szerződést már ugyanilyen módon fölrúgtak. Így van. Nyilvánvalóan ugye, hát ismerjük a körülményeket, hiszen a jutalomképpen ott ül az alelnöki székbe. Bejelentette ugyanúgy Orbán Viktornak, hogy ő most már nem Fidesz frakciótag, vagy nem Fidesz tag. Így, mint független került ki, és szavazott, és gombnyomogató Jánosnak került oda. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a demokrácián mély sebet ütöttek ezáltal, mert a népfenség elvét sértették meg. A megyét játszott át azzal, hogy ő függetlenné át, és egy 20-19-re elvileg mindent tudtak a megyén átvinni. A takarítást volt az első, aki egy pesti céget egy pesti cégnek adták át. Mi meg azt az álláspontot képviseltük Tatár doktorral, hogy egyetértünk a racionalizálással, egyetértünk azzal, hogy piaci alapokra helyezzük, de 100%-os kórházi tulajdonú Kft-t alapítsunk. A nyilvánosság hívei vagyunk, az átláthatóság hívei, a törvényesség, a szakmaiság. Kató Gábor arra kapott megbízást a megbízási szerződésében, hogy vizsgálja át az intézményt, és adjon egy javaslatot, hogy hogyan lehet az intézményt önkormányzati keretek között tartani. Tisztelt megyei közgyűlés! 2007.
május 3-án állapodtunk meg a megbízási szerződésen feltételeiről. Ezen megállapodás alapján költségvetési intézményi körben, megyei önkormányzati fenntartásban, egyhangú szavazással kell június 29-éig elkészítenem a gyors átvilágítást, és ez alapján az azonnali intézkedésekre javaslatot tenni. Én úgy gondolom, és ezt engedjék meg, hogy az elmúlt 16 évben végzett személyes munkavégzésen tapasztalatában mondjam, ami több mint 100 kórházra terjed ki, hogy költségvetési intézményi körben is megoldható a feladat. A megyei közgyűlés visszatérően tárgyalt a kórház helyzetéről, hiszen folyamatos pénzügyi finanszírozás és működési nehézségek jellemezték ezt az intézményt. Ugye köztudomás, hogy mi akkor több intézmény tekintetében közös fenntartásban dolgoztunk. Ilyen volt például a színház, illetve a könyvtár, ahol az önerőt 50-50%-ban tettük le. Tehát voltak közös pontok a megye és a város között, a megyeszékhely között. Akkoriban volt is egy ilyen egyeztető fórum, amikor megpróbáltuk a megyejogú város és a megyei önkormányzat közös ügyeit rendezni. És a Sós Tamás, az akkori közgyűlés elnök, aztán egy körlevelet írt valamennyi megyében tevékenykedő, hivatalban levő polgármesternek, amelyben arról tájékoztatta, hogy a többszöri vezetőváltás, a különböző átvilágítás, reorganizációs törekvések nem vezettek eredményre, és ők úgy látják, hogy a megyei önkormányzata későbbében nem képes arra, hogy intézményfenntartóként szerepet vállaljon, és nincs más megoldás a kórház jövőjére, mint a funkcionális privatizáció. Én szeretném felolvasni azt a levelet, amit a Kőszegi Gábor úr juttatott el a reggeli órákban, illetve az ülés kezdetekor. Tájékoztatom, hogy 2007. június 28-án megtartott kibővített szakmai vezető testületi értekezet, melyen a kórház főorvosi kara, főnővérje kara, a gazdasági műszaki terület vezetői, tovább az érdekképviseletek megbízottai vettek részt, összesen 91 fő létszámmal, 84 igen a 91-ből szavazattal egy tartózkodás mellett úgy foglalt állást a kórházat, továbbiakban is önkormányzati működtetésben szeretnénk megtartani. Kérem, hogy a fenti állásfoglalást a megyei önkormányzat képviselő testületével 2007. június 29-ére tervezett ülésen a szavazás előtt szíveskedjék ismertetni. Ezen mellett megtörtént. És minden tiszteletem azé, akinek az állása veszélyben van. De könyörgöm, ez nem attól függ, hogy ki a működtető, mert ha jobban megtetszenek nézni a katóri javaslatát, abba is benne van minimálisan 200 főnek a létszámra építése. A megyei önkormányzatnak a kezébe van az a lehetőség, hogy ezt az egészségügyi reformnak nevezett álmokfutást próbálja megállítani olyan módon, hogy felterjesztéssel éljen a minisztérium felé, hogy állítsák le ezt, és állítsák vissza ezt az igazságtalan finanszírozási rendszer előtti állapotot, mert ez ebbe így nem lesz Magyarországon egészségügyeltes. Itt azért egy más dimenzió is párosult a kórházhoz. Tehát itt úgy a reumafürdő, a gyógyfürdő igen jelentős haszonnal kecsegtette a Hospinvest tulajdonosi körét. A tulajdonos fenntartónak az a kötelessége, hogy működjön az intézmény. Így vagy úgy, de ennek működni kell. A világ minden biztosítója szembenéz azzal a ténnyel, hogy vagy ellátásokat szűkít, hozzáférést szűkít, vagy pedig szolgáltatásokat csökkent minőségileg. Nincs mese, ahol nem versenybiztosítók vannak, ahol egyfelől a biztosítás díj emelésével, ami persze kockázatkezelésen alapul és kockázatfelmérésen, tulajdonos elvárásainak meg kell feleljen az intézmény. Így vagy úgy, és ez könyörtelen, ez kimondani is könyörtelen, és ez most
és szeretnék nagyon őszintén együtt érezni mindenkivel, akinek a munkája és a munkája veszélyben forog. Mert sajnos valószínűleg veszélyben fog forogni itt is. Sajnos veszélyben Tegnap az üzemi tanács, illetve a szakszervezetekkel történő egyeztetés kapcsán a Bugátvár kórházban elhangzott a Hospinvest vezérigazgatója részről egy olyan tájékoztatás, hogy ott több mint 200, illetve 270 fő létszám leépítésről szóltak tegnap a tárgyalásuk, ami azt jelenti, hogy a Bugátvár kórház összdolgói létszámának 37%-át, még egyszer hangsúlyozom, 37%-át érintett ez a létszám leépítés. Tehát ennek a tárgyalás sorozat kapcsán elhangzott, hogy nem baj, majd aki esetleg nem tud találni a munkaerőpiacon más munkahelyet, majd megpróbálják ide a Heves megyei Markot Ferenc kórházba átreszállni. Miről is folyik akkor itt, kérem szépen, milyen események folynak? A szakorvosi, főorvosi működésem utolsó 10 éve az lényegében a Hospinvest előli menekülés volt, mert én már a Hospinvesttel és a privatizációval szembesültem már Gyöngyösön. Én azért jöttem el a Gyöngyösi Kórházból Egerbe, mert ez a privatizáció ott már 2 évvel korábban, ha nem is egy az egyben úgy, ahogy ez Egerbe történt, de ez valósággá vált. És én tudtam, hogy olyan kórházban, ahol a profit szempontjai meghatározóak, és nincsen semmi szakmai autonómia, abból jó nem sülhet ki. Szeretném önöknek elmondani, hogy szakmai alapon történnek az előkészületek. Rendkívül fontos. Elmentem Gyöngyösre, mellém adták a kórházigazgató helyettest, egy hölgyet, hogy nézzem meg. A kórházigazgató helyettes itt állt mellettem, mentünk osztályról osztályra, és mindenütt áradt a panasz az emberekben. Nem volt elég orvos, nem volt elég nővér. Ott egy kolléga, betegként. És akkor azt mondja, hát ő nem tudja, hogy milyen gyógyszereket kap. Azt mondja, mert csak hozzák, hogy ezt kell bevenni. És akkor megkérdeztem, aki hozta, hogy mik ezek. Azt mondja, hogy nem tudja, mert központilag osztják el. Hogy központilag? Egy gyógyszerész osztotta le minden betegnek a napi gyógyszerét kis dobozokba, és a nővér csak odavitte, azt se tudta, mit visz, mire kell figyelni, mire nem kell figyelni. Tisztelt közgyűlés! Én nem vagyok szakértője az egészségügynek, hála Istennek vendége is csak nagyon ritkán, ezért csupán számszerű adatokat, tényeket szeretnék közölni a 60. kórházról, amit a Hospinvest vitorol. Nagyon jó. Majdnem egy egész napot töltöttem az említett régen nagy hírű intézményben, hogy fontos információkat szerezzek, és hogy saját szememmel is lássam, mi történik ott. Az első, a második és a nyolcadik emelet teljesen üres. Le van zárva. A hatodik emelet és a hetedik emelet felének az ajtóin lakatok vannak. A sebészet és a nőgyógyászat árszáma és betegszáma is persze 50%-kal csökkent. Az intenzíven nincs beteg. Hát honnan lenne, hiszen műtét is alig. A személyzetet teljesen megszüntették. Legalább 20 emberrel beszéltem, orvosokkal, szakdolgozókkal és technikaiakkal is egyaránt. El kell mondanom, a még ott dolgozó 90%-a be van tojva. Meg lehet őket érteni, hiszen eddig 137 ember küldtek el. És további közel 40-en töltik a felmentési idejüket. Ha esetleg bárki is kételkedik az általam elmondottakban, azt kérem, menjen oda és győződjön meg róla. Végezetül egy kérdés. Ezt a sorsot akarjuk a Markon Ferenc kórházban? Mert ha igen, jó! Aki ismeri a 60. kórházat, középen van a lépcső, az jobbra-balra betegszárnyak. És az állami időkben mindenütt osztályok működtek. A Hospinvest majdnem a felét lezárta a szárnyaknak. Üresen hagyta. Elég ennyi a belgyógyászatnak is. Dupla szárny volt, most egy szárny. Hát a belgyógyászaton olyan zsúfoltság volt, ahol 2 ágy volt régen, és 2 ágynak megfelelő kórtelen volt. Oda most betettek 5-öt. 5-öt. Egy belgyógyászati beteg bármikor kerülhet olyan állapotba, hogy újra kell éleszteni. Hát ott nem lehetett volna újraéleszteni senkit. Aki ott meghalt, az meghalt.
Látható volt a beszámolóból is, hogy önkormányzati fenntartásban, költségvetési keretek között alkalmazott jogviszonyban úgy tűnik tovább nem biztosítható a kórház működése. Mindenféleképpen fontos, hogy működő tőke irányába nézzünk, erre voltak tapasztalatok már az országban. Ha közbeszereztetni kell, hát közbeszereztetünk, a ajánlati pályázati felhívást kell hívni. Hát azt tesszük, de mindenféleképpen valamit lépnünk kell, tudomást kell venni, hogy a jelen finanszírozási szisztéma mellett a jelenlegi intézményi szinten a struktúra okán ez a helyzet így tovább nem tartható. Önmagában azért nem szabad elfelejtenünk bizonyos gazdasági, gazdálkodási racionalitásokat. Ugye az egyik az, hogyha a kórházak csoportjai között csoportos közbeszerzés van, ezt bizonyítottam időnkben a gáz, az elektromos áram, gyógyszerek közbeszerzése és még egy csomó dolognak megindult a országosan vagy regionálisan egységes központi közbeszerzése. Ez egy nagyon komoly árerőnyt jelenthet, tehát hogyha nagyobb volument, hosszabb időre vásárol egy intézmény, akkor rengeteg pénzt tud megsporolni, amit vagy fizetésekre, vagy a betegek ellátására tud költeni. Tehát vannak gazdasági racionalitásai annak, hogyha mondjuk kórházak láncát akarjuk kialakítani. Az egységes tulajdonos tud hatékonyan gazdálkodni, tehát vannak olyan megfontolások, amikben legalább a módszereiket közelről meg kell vizsgálni. Az uniós csatlakozás következtében egy csomó olyan forrás megnyílik az egészségügyi ellátórendszer számára, ahol forrásokhoz tud jutni. Ha most abban az helyzetben jut forráshoz az egészségügyi ellátórendszer, ahol már privatizált intézmények vannak, onnantól kezdve ez a közösségi forrás, ez magántőkévé fog alakulni. Alapvető probléma az, hogy ezt az irányt jelölték ki, és itt a megye vezetése, Sós úrral az élen, ezt az utat jelölte ki a helyzetet. Én javaslom, hogy az előterjesztő a ma reggel kihoztott harmadik pontot vonja vissza, amely arról szól, hogy a vagyonkezelés és a közbeszerzési eljárásnak az előkészületei induljanak meg. Én javaslom, hogy vonja vissza az előterjesztő, és helyette kerüljön bele az, hogy az előterjesztő dolgozza ki az önkormányzati intézményként való tovább működésnek a feltételeit. Amennyiben szakszerűen kíván eljárni, akkor úgy gondolom, hogy Kató Gábor előterjesztésén túl nem terjeszkedik egyetlen egy bizottság és ön sem. Szeretném megegyezni, hogy Kató Gábor szakemberhez méltóan politikai kérdésben valóban nem foglalt állást. Ebben az országban, ami folyik, az nem más, mint egy átgondolatlan, következmények nélküli olyan emberkísérlet, ami nem megengedhető. Itt önök társtulajdonosok. Itt mindenki társtulajdonosa azonos joggal, egyenrangú és méltó módon ennek a kórháznak. És egyszer és mindenkorra vegye tudomásul az őket képviselő, összes képviselő, hogy itt nem teheti meg, hogy zárt falak mögött, titkos tárgyalások során átjátsza azt, ami a közös, hogyha egy magát szociáldemokratának hirdető kormány szembe megy a világ egyik legnagyobb Nobel-díjas tudósa állításával, Amartya Sen kijelentésével, hogy Európa azért emelkedett fel, és azért tudunk szociális Európáról beszélni, mert mindenkinek egyenlő jogon adjuk az oktatást, a szociális szolgáltatást és az egészségügyet, és hogy őrizzétek meg, amitek van, akkor itt, Amartya Sen nevében, és azok nevében, akik nem is tudják, hogy önök itt most mit csinálnak, vonják vissza az előterjesztést, és tessék egyenrangú partnerként kezelni azt, aki önök alá az átállat nyújtja, az, aki az anyukájuk arcáról a verítéket letörli. Köszönöm! Igazán kemény változata volt a tüntetéseknek. Nem egy lájtos, kedves, késős, majd összejövünk meg, majd tárgyalunk. A szocialistákkal nem lehetett tárgyalni. Kérem, hallgasson végig, állampolgárokat, hallgassanak végig! Az lehetetlen, hogy önök politikai döntést hoznak, életek fölött is a nemzet gyilkolás mellett asszisztálnak. Szégyen!
Polgártársak, nem értik önök világosan, hogy életek fölött van döntés, önök politikai döntést hoznak a kivásárolt Ambrussal? Így van. Miért nem hallgatja meg, elnök úr? Hova rohan? Mindenki tudta, hogy a főcsapás iránya az, hogy egész Észak-Magyarország minden kórházát eladják a hospitalnak. Elég volt ez nekünk hírnek. Ez a nagy gyűlés is azért jött létre, hogy tudjátok, hogy semmitől nem riadunk vissza, egyetlen egy politikustól sem félünk, egyetlen egy kórház vezetéstől sem félünk, és a nagy gyűlésen a bazilika előtt felszólítjuk a betegeket is, és az utcaemberét is, és mindenáron megtartjuk akár sztrájk árán is, többnapos sztrájk árán is a Markut Ferenc Kórház önkormányzati tulajdonban történő működését. Pénzre sem váltható, mert a haza lelked része, határait beléd véste, ezer éve a hit. Beszélgettünk az emberekkel, kollégákkal, ki hogy gondolja, latolgattuk az esélyeket, és hát valahogy úgy éreztem, hogy ennek az ügynek mellé kell állni, de nem voltam egyedül, tehát mi nagyon sokszor, nagyon sok helyen, aztán különböző helyszíneken összeültünk, orvosok is, akik ezt támogattuk, és azt lehet mondani, amit utólag jó értelemben róttak föl nekünk, hogy politikai hovatartozásra való tekintet nélkül voltunk egységes véleményen, különböző korú, különböző beosztású kollégák, hogy ezt nem lehet fölvállalni, ebben nem lehet szó nélkül belemenni, mert nem csak azért, mert ma holnap a kórház felét utcára tehetik, hanem azért is, mert hogy a betegek érdeke az, hogy mi ne menjünk bele egy olyan szituációba, amikor már védhetetlenné válik a beteg érdeke és a gyógyítás minőségének a megőrzése. Mi meg tudjuk fogalmazni a szakma kívánságát, de önök, a betegek, a civil lakosság nélkül nem fog menni. Az aláírásgyűjtő ívet hitelesítik, ahol azt akarjuk, hogy ne lehessen külső befektetői a Negri Markut Ferenc Kórház. Ebben az aláírásgyűjtésben mindenkinek részt kell vennie. Hölgyeim és uraim, Magyarország percei, most már nyugodtan kimondhatjuk, drágák. Az életünk a tét és nem más. Az én dolgom az volt elsősorban, hogy az orvosok üzenetét továbbítsam a nővérek és a szakdolgozók fele. Ez nem volt könnyű természetesen, mert hát nem mindig annyira felkészült és pihent az ember, de az esetek többségében ügyelet után is ez sikerült. Ott szabályos és toborzó beszédeket kellett tartani, hogy az ellenoldal, aki az emeleten szervezte be a dolgozókat, és akik minden nap a szerződés példányával üldözték adott esetben a nővéreket és az orvosokat is, azok kellő ellenérvel szembesüljenek. A Markut Ferenc Kórház küldetési nyilatkozata. Feladatunknak tekintjük a hozzánk forduló segítését, az egészség fejlesztésében és megőrzésében, a betegségek megelőzésében, felismerésében, a gyógykezelésben és a rehabilitációban, az ápolási igények teljesítésében. Meghatározó elveink. Betegeink partnerként való kezelése, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a betegek jogainak biztosítása, az ellenőrzött és a minőségi szolgáltatás nyújtása, együttműködés a gyógyításban. Minden tevékenységünkkel a minőségi betegellátást szolgáljuk, amely biztosítja betegeink gyógyulását. Voltak összejövetelék, úgy önszántából mindenki megjelent. Hol a kórház körül bejáratnál, dobótére, megyei közgyűlésen, tehát gyakorlatilag
itt senki nem beszélt össze senkivel, olyan módon mindenki eljött, és akkor később lett belőle olyan, hogy kórházvédők vagyunk. Nincs olyan természeti nép, amely a betegekről ne gondoskodna, nem hagyja őket cserbe. Ha most itt ennyien vagyunk, akkor azt kérem mindenkitől, hogy ne úgy menjen haza, hogy itt történt valami vers, szöveg, hanem próbálják meg megértetni a távol maradottakkal azt, hogy egész egyszerűen élet-halál küzdelem folyik ma Magyarországon. A Magyar Köztársaság alkotmánya, amely mindenkire nézve kötelező, kimondja, hogy a Magyar Köztársaság területén élő minden embernek joga van a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, pont. Ez egy alapkijelentés. Ez a fő kijelentés, és bármilyen miniszteri vagy kormány akarat és rendelet ezt a fő elvet nem áshatja alá. Ezt követően kimondja a magyar alkotmány, hogy ezt a jogot, hogy mindenkinek joga van a legmagasabb szintű lelki és testi egészséghez, kimondja, hogy ezt a jogot a Magyar Köztársaság az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg. Nem kiszervezésével, megszervezésével. Akkoriban jártam az országot, és rengeteg helyen beszéltem, vagy tartottam előadást ezekről a kérdésekről. És nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy azt a kézenfekvő dolgot, hogy az egészségügyi ellátás az Magyarországon milyen formában zajlik, azt mélységében a lakosság, az emberek alig értették. Olyan természetes volt számukra, mint a napsüt, hogy ők az ellátást valamilyen formában. Sokak számára, sokak voltak olyanok, akik elégedettek voltak, sokan pedig elégedetlenek voltak az ellátással, de valamilyen formában megkapták. És Egerben az volt a megdöbbentő, hogy az emberek észrevették, hogy nem stimmel valami. Hogy valami olyan jellegű probléma van, amelyik olyan jellegű változás van, amelyik veszélyeztetik az ő biztonságuknak a megmaradt részét. És az egészségügy az egy helyesebben maga a gyógyítás, az embereknek a gyógyítása. És az ezzel kapcsolatos biztonság az emberek biztonságának a legutolsó része, amihez elméletileg minden ember maximálisan ragaszkodik. Hatalmas ereje van. Itt az emberek felismerték azt, az egészségügyi dolgozók pedig rögtön a kezdet-kezdetén felismerték, az egészségügyi dolgozók azért, mert látták, hogy az ellátási formát, amelyiket bevezetnek, a személyi feltételek és a gazdasági feltételek sem, de a személyi feltételek nincsenek meg. De hogy ezt az emberek támogatták, és ilyen formában, és ilyen mértékben, ez egyedül csak Egerben történt meg. 26 éve vagyok a kórház alkalmazottja, és most jött el az az időszak, amikor nem tudom, hogy meddig maradok az. Ma azért vagyunk együtt, hogy tiltakozzunk a magyar egészségügy golgotájának felállítása ellen. Most a magyar egészségügy krisztusi sorsot él meg. Véreznek a dolgozók, véreznek a betegek, állástalan dolgozók, ellátatlan betegek. Nekünk ebben az úgynevezett reform egészségügyben dolgozni nem kihívás, mert nekünk a kórház az életünk. Hát akkor harcoljunk úgy, mintha az életünkért harcolnánk. Az egyetlen nyereség termelő forrás volt a gyógyszertár. És a gyógyszertárnak a kiszervezésére
is sor került. Kézzel lábbal tiltakoztunk, bebizonyítottuk matematikailag, képletekkel levezetve, hogy ez helytelen, ez nem szerencsés dolog, és az egyetlen jövedelmező forrás, ami egyébként a kórházban működik, azt is megszüntetjük. Hát ez egyéni érdekek motiválták ezt természetesen, és itt már itt megjelent a Hospinvestnek az embere, aki egyébként fő tanácsadó volt ennek az egész kiszervezésnek. Aztán eljutottunk oda, hogy akkor jött a Hospinvest, és akkor kérem szépen elő lett terjesztve, hogy eladják. Úgy néz ki, hogy a 250 éves hagyománnyal rendelkező egri kórházunk kikerül az eddigi állami költségvetési szférából, és egy vállalkozó fogja a további működtetését végezni, hogyha nem fogunk össze, és nem teszünk érte meg mindent, hogy ez ne következhessen be. Felelős politikusaink, akiket nem hatalmaztunk fel arra, hogy átjátsszák profitorientált érdekeltségű magáncégeknek a kórházunkat, arra készülnek, hogy eladják a Markóth Ferenc kórházat a fejünk alól. Mi ezt nem engedhetjük, mi minden törvényes eszközzel megakadályozzuk. A Markóth Ferenc kórház EDDS szakszervezete, a Medikaritás szakszervezet, ma sztrájk felhívással élt a Markóth Ferenc kórház vezetése felé, úgyhogy a mai naptól sztrájk tárgyalásban vagyunk. Ébredj város, ébredj ember! Csend honol a városban, kínosan csöndes ez a táj. Hallani a föld rögének minden egyes sóhaját. Alszik ez a város, csak a lámpák fényesek. Felettem az öreg hold, unatkozva ásít egyet. Hát csak én vagyok, ki nem alszik? Egyedül vagyok? Vagy van még kinek mellkasában valami mocorog? Tisztelt közönség, ne tudják meg, micsoda megfélemlítés, micsoda lélektani hadviselés, és most akkor nem csak az EGRI, hanem a Hospinvest által már birtokolt Öngyös és Hatvani kórházról és az ottani kollégáimról beszélek. Igen, tisztelt közönség, tudják meg, hogy az elmúlt egy hónapban, ez nem a régi harcos mondja, hanem az a ember, aki látja, hogy mi történik a volt lakóhelyén, Gyöngyösön és Hatvanban. Egyik napról a másikra elvesztettek teljes kórházi osztályokat. Egy olyan vezető, aki a nép nevében több generáció által felhalmozott adományt, értéket, tudást egy perc alatt oda tud adni azoknak, akik soha egyetlen egy percet nem éltek ebben a városban, ebben a megyében. Egy téglát nem tettek a kórházhoz, egy ecsetvonást nem festettek annak falán, és egyetlen egy betegnek nem adtak egyetlen egy pohár vizet sem. Úgy jutott ide a Hospinvest, hogy gyakorlatilag azt megelőzően a közbeszerzési törvényt módosították. Kivették a hatálya alól az egészségügyi intézmények működtetéséhez kapcsolódó kört, tehát gyakorlatilag versenyeztetés útján lehetett ezeknek a kórházaknak a működtetésének, a vagyonkezelésének a jogát elnyerni. Tehát így kezdődött. És utólag azt is könnyű belátni, hogy hát miért jönne valaki az egészségügybe, egy olyan szervezet, aminek gyakorlatilag semmilyen szakmai tapasztalata nincs az egészségügy területén, nincsenek reputációi, és gyakorlatilag tőkéje sincs, ez nyilvánvalóan kiderült. Tehát csak azért, hogy itt valami extra profitot tudjon realizálni. A folyamat azzal kezdődött, hogy megpróbálták az egész privatizációs folyamatot pozitív értékként beállítani, hogy ez mennyire segíteni fogja majd a betegellátást, milyen komoly előnyei származnak az ellátott betegeknek, racionalizálják az ellátást, gazdaságosabbá teszik, szakmailag magasabb szintet ígértek, és a tárgyalások első, illetve az információk első begyűjtése során valóban volt egy ilyen hangulata a dolognak. Aztán, amikor a részletek ismeretéhez hozzájutottunk,
elsősorban, mint orvosszakmai területet képviselő mondom ezt, rájöttünk, hogy ez a privatizáció nem szól másról, mint annak a hatalmas nagy pénzösszegnek, amit a kórház egy évben az olyan finanszírozásból begyűjtött, megkapott betegellátásra, hogy ennek egy jó részét egy szűk csoport praktikusan le akarja nyúlni. Törtük a fejünket őszintén szóval, több orvossal is konzultáltunk. Így született meg egy olyan javaslat, hogy próbáljuk meg fölvenni a kapcsolatot a DOEC-szel, a Debreceni Orvos Egyetemi Centrummal, és el is kezdődtek tárgyalások szakértők bevonásával. Ennek alapján azt mondhatom, hogy egy nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon komplett és magas szakmai színvonalú pályázatot nyújtottunk be határidőre. Ott voltam magam is a pályázati meghallgatáson, de rögtön az volt az érzésem, hogy igazából komolyan nem tanulmányozták a mi javaslatunkat, és igazából szóba se jött az, hogy ne a Hospinvest-tel kössön a megye megállapodást. Szeretettel kérlek benneteket! Méltósággal keményen megmutatni azt, hogy Eger Végvár volt, és Végvár valami. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a neki rendje, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a magyar. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Ilyen örömmel 1956-ban volt, amikor ennyien gyűltünk össze hazánkért, nemzetünkért, szabadságunkért és a rendért. Több mint 50 éve hippokráteszi esküt tettem, tiszta lelkiismerettel. A lelkiismeretem az diktálta, hogy Isten segítségével, a Teremtő segítségével lelkünket és testünket védjük. Hát mondom, kivetítőt hoztok. És akkor ott a nép lássa, hogy mi történik, aki nem fér be a terembe. Nem álltak ellent, profi módon rendes kivetítőt hoztak. Én ott csináltam 200 liter teját, saját pénzemből üsttel, palackkal mindenestől kivonultam, mert kint hideg volt sajnos. Nagyon kérek mindenkit, hogy legyen velünk, mert a magyar kórház nem eladó, és az egyik kórház sem eladó. Köszönöm. Remélem, hogy még többen fognak csatlakozni hozzám, és remélem, hogy mindannyiunk közös ügye a kórháznak az ügye, és remélem, hogy mindenki belátja azt, hogy az egészségünk az nem eladó. Legdrágább értékünk az egészség, és évszázadokon keresztül fölhalmozott értékeket kófák szellemű tőkespekulánsoknak nem fogják átjátszani. Még kér a nép, most adjatok! Vagy nem tudjátok, hogy mi szörnyű a nép, ha fölkelés nem kér, de beszragad? Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vasról önök elégetétek, de szellemét a tűz nem égetétek, mert az maga tűz, úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat a lány rajtatok. Itt a megyeház előtt, ha kiszállunk az autóba, akkor már körbevette a rendőrség bennünket, de mondtuk a magunkét úgy, ahogy kifért a csövön, szóval ezt nem lehet másképp elmondani, mert az az idegállapot, amiben akkor kerültünk, meg amiben hozzá kényszerítettek ezek az emberek, akik ellenezték a dolgot, és semmi áron nem akarták, hogy mi ott részt vegyünk ezen a dolgon. Ugye már egy olyan indulattal jöttünk oda, vagy kerültünk oda, hogy mondtuk a magunkét rendesen.
Kisi és a hatvari kollégák nagyon szívesen várnak bárkit. Meg lehet nézni. 30-40 betegre jut egy ápolónő. Napi egy pelenka ki van számolva. Illetve a név szerinti szavazást, amit kértünk, világossá tette, hogy 21 szocialista független Ambrus Zoltánnal együtt megszavazták a pályázati kiírást. Ezzel kinyilvánította Eger, illetőleg Heves megyei önkormányzata, hogy nem kívánja működtetni a kórházat. Teljesen reménytelennek tűnt, de mi mindvégig úgy gondoltuk, hogy az erőviszonyok miatt, ahogy az előbb is mondtam, hogy jóval többen voltunk azon az oldalon, hogy meg kell védeni a kórházat, és ezzel a betegeket is. Mi szinte biztosak voltunk ebben a győzelemben, és megható volt, azt mondom, hogy ennyien csatlakoztak hozzánk, és ennyien komolyan szívvel, lélekkel, és minden következményt előre nem latolgatva vállalták ezt a harcot. De hát utána inkább, hogy úgy mondjam, ilyen szigeti veszedelem lett belőle. Sikerült behívni a traktorosokat, ezt magam szerveztem meg. Ezek az akciók kellettek ahhoz, hogy azt a kényelmes tárgyaljunk velük, beszélgessünk velük, elhitték, hogy ez valamire vezet, ezt föl kellett bontani. A társadalom biztosítás, kiadják, eladják, odaadják, és megjöttek a mi gazdáink, hogy védelmezzék a mi kórházunkat, az egészségügyet mindenkiért. Fogadjuk őket nagyon nagy szeretettel, tapsal. Jönnek ide, jöttek messziről, 60-ból, vagy a minden területéről. Mert ez a sztrájk értelme, hogy aki fél, aki dolgozik, a helyettünk kiállunk, és sztrájkolunk helyette. Én elmondhatom, hogy egy előzetes felmérés szerint lélekben ma körülbelül 600 ember volt velünk a Markó Ferenc kórházban. Az elmúlt időszakban egymással találkozva azt beszéltük, hogy valamivel segíteni kéne a megyét, hogy az egyetlen megyei kórháza közösségi maradjon. Így vetődött föl, hogy eljövünk Egerbe azon a napon, amikor a társadalom biztosítással szavaznak a parlamentben. Jelenlétünkkel a megyebeli gazdálkodók véleményét akarjuk megerősíteni és elmondani, hogy milyen merényletet akarnak ellenünk elkövetni. Tisztelt barátaim! Több mint 50 éve dolgozom az egészségügyben. De minden nap emlékszem Hippokratesz esküntre. Aki az egészségügyben dolgozik, akinek az egészségügyi változatossága, életkihatása, az úgy esküszik, hogy esküszöm az emberek belebarátai lelkéért és egészségéért küzdeni fogok. És azt gyógyítani fogom. Hippokratesz gondolom, hogy nem magától találta ki ezt a gondolatot. Fentről irányították, mert az embernek lelke és teste van. És ezt a lelket egy tiszta testbe teremtette vele a mindenható. És ez a tiszta test, ez egy templom. És egy templomban piaci árusokat az egészségükre, a testünkbe piaci árusokat, zsarnokokat és naplókat soha nem fogunk beengedni. Amikor egy hónapig a kórház előtt tüntettem minden nap kocsival, mindig körülöttem legalább 30-40-en voltak, írtak alá, meg mindenféle, és volt, aki rendszeresen odajött minden nap. Volt egy
egy körbejárás, hatalmas harc a rendőrséggel mindig, hogy nem adják meg az engedélyt, majd megálljanak, mert úgy volt, hogy megállnak és körbezárják a kórházat, és akkor nem úgy volt, hanem csak átvonulhattak úgy, de a magyar rész embernek nem csak sapkahordásra való a feje, ott gyorsan hozták a rózsákat, és a rózsákat átadták, és amíg átadták, addig megállás volt. Volt, amikor az volt, hogy Karcsi mondta, hogy te figyelj majd, de kéne nekem egy feliratot készíteni, mert ma olyan most traktoros tüntetés lesz, csináld már meg, szaladj már. Volt úgy, hogy tízszer be kellett mennem a rendőrségre, mert sosem akartak ráírni, hogy intézzék az ügyünket, és ha megfelelő nappal előre nem tudtuk az útlezárást intézni meg a tüntetést, akkor nem jöhetett létre a dolog. Az, hogy Magyarországnak egy út szakaszán ne lehessen megállni, mert valakik úgy gondolják, hogy most itt nem lehet megállni, az tűrhetetlen. Én úgy gondolom, hogy akik ezeket a parancsokat kiadják, azoknak nem lehet megállni a tisztességes magyarok tekintete előtt. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik most döntenek nyakkendőbe, öltönybe ülve, a fűtött és gyönyörű parlament épületébe, azok az emberek nem tudnak megállni a tisztességes magyar emberek ítélete előtt, és azok az emberek nem fognak tudni megállni a végső ítélet előtt sem. Még mindig nem volt elég, még mindig többet kell tenni azért, hogy megállítsuk hazánk vagyonának széthordását. 2008. február 29-én győztest hirdetnek, a győztes a Hospin Vest. Sós Tamás megengedi, mert kértünk engedélyt megint a petíció átadásra. Ő ezt megadta. Ez kérem szépen megcsúfolása a demokráciának. Köszönöm szépen! Akkor ránk szabadultak az állatvédők, szegény tenyészállatot úgy gondolták, hogy megkínozott. Szóval voltak utána, és közben bajok. Garázdaságért följelentettek bennünket. Legalább 3-4-szer jártunk bíróságra. Nem volt egyszerű kérdés, csoportosan elkövetett garázdaság miatt, amiből mindig följelentettek bennünket. 2008. március 25-én a vagyonkezelő szerződést köt a Hospin Vesttel. Egyébként voltak sikeres magánosítások is, még ezt megelőzően. Tehát a Frezén úszak, melyik azóta is itt tevékenykedik, ugye a műves államás működteti. No, tehát ez egy hatalmas tekintélyű, nagy szakmai reputáciájú, magas tőkeellátottságú cég volt, amelyik példaszerűen működtette a műves államást. Tehát ez a privatizáció, nem az a privatizáció. Sajnos a Hospin Vest az nem Frezenius, mert ha Frezenius privatizáltná őket, akkor annyit tudtam volna mondani, hogy erre meg erre meg erre figyeljetek oda, ezt rögzítsétek le, különben meg az ellátás az hibátlan. Az világszínvonalú. Tisztelt miniszter úr! Ismert ön előtt az Egri Markóth Ferenc kórház dolgozóinak helyzete és álláspontja, hiszen találkozott a főorvosi kar képviselőjével. A mai napig 916 dolgozó helyezte ügyvédilletétbe azt a munkaszerződést, amelyet fejük fölött kötött megállapodás következtében akarnak velük aláíratni. Ez a helyzet több kérdés felvetésére és reményeim szerint megválaszolásra ad alkalmat. Mindenek előtt a közfeladat ellátásához kapcsolódó vagyonkezelő jog fogalmába beletartoznak-e az ott dolgozó egészségügyi dolgozók? Egy vagyonkezelő jog értékét meghatározza-e, milyen képzettségű, milyen tapasztalatokkal rendelkező orvosok, ápolók dolgoznak egy súlyponti kórházban? Ezt a kérdéskört egyébként, amit képviselő úr föltett nekem, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény abszolút pontosan lefedi. Idéznék a jogszabályból, ami arról szól, hogy abban az esetben,
ha az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy a tevékenység egy része a munkatörvénykönyve vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá kerül, ebben az esetben a dolgozóknak a jogviszonya egyébként megszűnik. Erről tájékoztatni kell a dolgozókat, erről a dolgozó dönthet úgy, hogy ő kíván részt venni ebben a processzusban, vagy nem kíván részt venni. Jelen pillanatban ott tart információim szerint az állás, ahogy képviselő úr is mondta, körülbelül 800 dolgozó volt az, aki azt állította, hogy nem kíván a Hospinvestnek dolgozni. Ebben az esetben valamilyen úton, módon meg kell oldani a betegeknek az egészségügyi ellátását. Ez csak úgy történhet, hogyha az ANTS meg fogja vizsgálni a Heves megyei kórház működőképességét, kiad neki működési engedélyt, vagy nem. Ha nem, akkor gondolkozni kell, vagy gondoskodni kell a betegek biztonságos ellátásáról. A Hospinvest úgy képzelte, hogy majd a szakmákból a gazdaságos műtéteket kiemeli, abból sokat csinál, sok pénzt kap az OEB-ből érte, de a szeptikus meg a nehezebb műtéteket, ami szövődményekkel jár, azokat az állami kórházak majd ellátják, mert az drága, sokba kerül. Bár nemzeti hatáskörben van az egészségügyi közszolgáltatás, mégis a Gyurcsány kormány úgy módosította a jogszabályokat, hogy kiteszi a magyar egészségügyi közszolgáltatásokat a versenynek. Igen, ám de nem akarta, hogy nemzetközi cégek jöjjenek ide, ezért nem a közbeszerzési törvény, hanem egy másik, az egészségügyi törvény, tehát az egészségügyi ágazatra vonatkozó törvényben tette lehetővé a kivételt. A regionális fejlesztési tanács módosította a pályázati kiírást, és lehetővé teszi, hogy a Hospinvest ZRT bepályázon. És ezt a döntést azok hozták, akik ezeknek az önkormányzatoknak a vezetői, és ennek az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a tagjai. 3/4 év óta tart a kórházvédő küzdelem. 3/4 év óta mi magunk vagyunk a tisztességes és igaz törvény, mert a mi küzdelmünk lényege a törvény taposóval szembeni küzdelem. Fölmagasztaló, boldog pillanatot előtt áll. Az, hogy most ennyien itt vagyunk együtt, talán minden szónál többet ér. Miközben harcoltunk az ERT ellen, közösségi kovácsolódtunk. Történelmet írtunk anélkül, hogy történelmet akartunk volna élni. Voltak nagyon nehéz pillanatok, volt, hogy verekednünk kellett, volt, hogy támadtak bennünket, volt, hogy a személyes családi terünket is bántották, de azok a felemelő pillanatok, amikor együtt voltunk és szemben álltunk veletek, idézőjelbe szembe, és az a szeretet, ami sugárzott felénk, az minden rosszat elfeledtetett. Én leginkább a Jóistennek szeretném megköszönni, hogy ilyen jó csapattal hozott össze bennünket, mint a kórházvédők, ahogy alakultak nap, mint nap, bővültünk és egyre többek lettünk, és láttam ezt a sok embert, én is nagyon sokat tanultam tőlük, és ez mindig is azt mondom, hogy az igazság útja az Isten útja, én mégis azt mondom mindig, tehát az út, amin járunk, jó út. Úgy gondoltam, hogy ebben a kórházban nincs még 20 ember, aki megmerni azt tenni, amit most itt mi 920-an, vagy talán többen is megmertünk tenni. Ez a fajta összefogás újfent csak azt a gondolatot erősítette meg bennem, hogy az egységet az Isten is megáldja. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a terület, jöjjön el a te országod, jöjjön meg a te akaratod, miként a mennyben, azonképpen közölni. Embernek lenni és ember gyógyítani hit nélkül soha nem megy. Ez a mi erőm. Legalább két hetente találkoztunk, és adtunk egymásnak hitet. És talán ez is volt a titka, most már utólag, ha visszagondolok, a sikernek. Tehát egyfelől ez a kórházon belüli egymásra találása az egyetemi tanárnak, hiszen olyan is volt köztünk az orvosi karban, aki egy
terembe, olykor egymás mellett ült a fűtővel, a munkásemberrel, mert hiszen ebben a vonatkozásban az érdekeik közösek voltak. Olyan kérdésben kellett döntenünk, ami az egész sorsunkat, életünket befolyásolta, és mégis a nehézségek között született valami jó, valami nagyszerű, mégpedig ez a közösség, akik most itt együtt vagytok. 280 éve van Neger városában kórház. Ezen belül 5 éve tulajdonosa az épületeknek a megyei önkormányzat, és hogy ez az 5 év a 280 évhez képest tulajdonképpen egy pillanat. Én arra akartam utalni, hogy nem szabad, hogy pillanat emberek pillanatnyi érdekek alapján felelőtlen döntéseket hozzanak, olyan döntéseket, amelyek egy emberöltően meghatározzák Egeres környéke, Heves megye egészségügyi ellátását, az egyik legalapvetőbb közszolgáltatás biztosítását, veszélyeztetve több évtized alatt fölhalmozott emberi, szakmai értékeket. Az eddigi kommunikációjukban tulajdonképpen leleplezetlenül az egy egzisztenciális kiszolgáltatottságát bíztak, hogy úgyis alá fogják majd írni a munkaszerződéseket. Most ez a kommunikáció meg fog változni, tehát megpróbálják megosztani önöket, különösen a főorvosi kart a többi dolgozóval, másfelől megtévesztésükre hivatkoznak, harmadrészt pedig a politikára. Azért jöttem ide, elfogadva a nagyon kedves meghívást, hogy tisztelettel fejet hajtsak az önök győzelme előtt, az első nagy győzelme előtt, és el kell mondjam önöknek, hogy lehet, hogy ezt nem tudják, de meg kell mondani, hogy ez a legnagyobb győzelmük. Mert saját magukat győzték le, félelmeiket győzték le, amikor elmertek ide jönni, amikor 918-an nem írták alá saját maguk, az egri polgárok, az Eger környéki emberek, a betegek eladásáról szóló üzenetet. A közszolgálata, a biztonságos fekvőbetegellátás, közfinanszírozott, közvédelemben részesülő közszolgálata egy olyan kincs, amelyet először önök, az Egri megyei kórház dolgozói vettek a kezükbe úgy, hogy megvédjék, hogy a sikerre van ítélve, és ebben a sikerben önök példát, fényes példát mutatnak az egész országban. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni. Százszor bátrak, és vihar vertek. Én esküszöm, hogy minden tudásomat, amit tanulmányaim és szakmai tapasztalataim során szereztem, gyógyítandó embertársaim javára fordítom. Gyógyítandó embertársaim javára fordítom. Vallom, hogy az emberi élet szent. Vallom, hogy az emberi élet szent. És ennek fennmaradása érdekében végzett tevékenységem nem rendelhető alá semmilyen anyagi érdekében. És ennek fennmaradása érdekében végzett tevékenységem nem rendelhető alá semmilyen anyagi érdekében. Ennek volt egy heroikus része, amikor megmozdult az ország. Amikor megmozdult az ország, és az ország számtalan kórházában és számtalan intézményétől biztatást kaptunk. Miniszterjelöltként az Egészségügyi Bizottság ülésén történt meghallgatásom során mondtam, hogy miniszteri tevékenységem egyik fő céljának tekintem, hogy az egészségügy szükségtelen és véleményem szerint rendkívül káros mértékű átpolitizáltságát fokozatosan számoljuk föl. Az a határozott benyomásom, hogy önök nem kívánnak támogatni engem az egészségügy politika mentességében.
átpolitizáltságról beszél, egyetértek önnel, valóban átpolitizált az ügy akkor, amikor az egyetlen szocialista vezetésű megyében szocialista támogatással, szocialistákhoz köthető üzleti körök abban a megyében több alkalommal a közbeszerzési döntőbizottság alapján törvénysértő módon jutott kórházakhoz. Miniszter úrnak most állást kell foglalnia, vagy most, vagy az elkövetkezendő napokban, hogy a rabló privatizációt támogatja, vagy 900 egészségügyi dolgozó és a megye és Eger városának érdekeit védje. Van joga az ANTS-en és a biztosítás felügyeleten keresztül beavatkozni ebbe a rendszerbe. Kérem, a tisztesség jegyében éljen ezzel. Természetesen a Heves megyei betegek ellátása érdekében mindent meg fogunk tenni abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy ez a konstrukció valamiért nem működőképes. Szeretném még elmondani, hogy az egészségügy területén számos helyen teret nyert a magántőke, a teljesség igénye nélkül például a dialízis kezelésbe közel 100%-os, egyébként a házi orvosi ellátásban 90% fölött van, a betegszállításban 100% körül van, a CTMR szolgáltatások környékén 30%-ban van. Én úgy gondolom, hogy ezek az ellátási formákban a magántőke maximális empátiával és tökéletes minőségben látja el a feladatait. A nemzetközi szakirodalomban egyébként a non-profit alapítványi kórházak, tehát azok, amiket valamilyen egészségügyért elkötelezett intézmény hoz létre, és számon kéri rajta, hogy azt a küldetést teljesítik be, ezek a kórházak működnek a leghatékonyabban. Tehát a szakirodalomban egyáltalán nem a magánkórházak. Ráadásul Magyarországon tudjuk, hogy a különböző kiszervezett szolgáltatásoknak a finanszírozási színvonala sokkal gyorsabban nőtt, mint a közszolgáltatásoké. Tehát egy kiszervezett diagnosztika jóval több pénzt kapott egy vizsgálatért, mint egy ugyanannyi vizsgálatot ugyanolyan minőségben elvégző szervezeti egység egy közintézményben. Mindig azt néztük, azt figyeltük, hogy mi jelenik meg a Hospinvest mérlegeiben, mi jelenik meg a emögött, hogy nézhet ki ez az üzleti modell, amit ők felállítottak. És annak mindennek csak a következménye volt az, hogy mindez milyen nyomott hangulatot okozott az EGRI kórház dolgozóinak. Mert hogy a modellnek az volt a lényege, hogy ez nem volt egy nagyon tőkeerős csoport, hanem egy politikailag nagyon jól beágyazott csoport volt, amely részben beágyazódott az akkori baloldali kormányba, de beágyazódott a jobb oldalba is. És azt akarták kihasználni, hogy a társadalombiztosítási finanszírozást az intézmények mindig 2 hónappal utóbb kapják meg, csúsztatva kapják meg. Tehát, hogyha én most elkezdek működtetni egy kórházat, most akkor 2 hónapig még azt a pénzt kapom meg, azok után a betegek előttük nem én láttam el, hanem 2 hónappal előtte. Tehát, hogy tőke szegényen is neki lehetett állni ennek, mert ott volt 2 hónapnyi pénz ebben, és ezek nem kicsi pénzek, tehát ezek jelenleg 10 milliárdos összességében, lehet, hogy kicsit alul is becsülöm, milliárdos költségvetésű intézmények, ahol 1-2 hónap is nagyon-nagyon nagy pénzt jelentett. És erre próbáltuk felhívni a figyelmet, és ebben működtünk együtt, mérleget néztünk, szakértőkkel, közgazdászokkal beszéltük végig, hogy ne csak az egészségügyi száj jelenjen meg ebbe, hanem az, hogy ez egy olyan modell, egy olyan piramis játék gyakorlatilag, ami összedől, mert ugye arra épült az egész történet, hogy hitelt vettek fel, és ezt a TB támogatásból működtették volna. A magántők ezt nem fogja megoldani, hiszen klasszikus a 19. vagy a 18. század végéig visszamutató közgazdasági törvények megsértéséről lenne szó. Marx a tőkében elmondta, hogy a tőke mire való és mit akar. A tőke megtérülni akar és hasznot akar hajtani. A magántőke is nyilván, és ez nem ördögtől való, természetes folyamat, hogy hasznot akar. Egy veszteségből nem lehet hasznot kivenni, csak kétféleképpen. Vagy úgy, hogy az egyéb nem tisztázott körülmények között szerzett hasznomat akarom egy tisztának látszó rendszerbe legalizálni, magyarul csalni akarok. B.
hogy az egyébként is kiszipolyozott és veszteséges rendszerből még gyorsan, mielőtt észreveszik, még többet kiszedek, aztán ott tegye meg a fene, hogy hogy döglik bele a még nagyobb veszteségébe. Ez egyik sem volt támogatható cél. Érdekel, hogy kikkel együtt lépünk fel. Ha van egy jó ügy, akkor nem válogatok, hogy ott még ki van, azt a jó ügyet képviselni kell. Az a tény, hogy állami tulajdonban maradjon egy kórház, az szerintünk egy jó ügy, ezért álltunk mellé. Elég jól meglettek ezek szervezve, tehát itt a nagygyűlések, stb. Sok mindenki civil mellénk állt. Jót evettünk mindig rajta, hogy még a kertbarátok szövetsége is velünk van, meg a horgászok, meg a nem tudom ki, mindenki, tehát annyira mozgósítva lett. Voltak debreceniek, de pestiekkel többször is találkoztam. Ők is időt, pénzt nem kímélve jöttek el nekünk segíteni ezekre a rendezvényekre. Úgyhogy tényleg elismerésértük. Az EGRI Fertájmesteri Testület hittel vallja, hogy az emberi társadalom építését sohasem felülről, néhányak által elképzelt célok megvalósításáért kell elkezdeni, hanem mindig a kicsinyek érdekeinek biztosításával, ellenkező esetben a közjólét helyett csak a kevesek jóléte valósul meg. Szerencsére voltak olyan fideszes párttagok, Fideszre szavazók, Jobbikra szavazók, nemzeti radikálisok, akikkel azóta is jó kapcsolatban vagyunk, és ott ismerkedtünk meg. Önök azt gondolják, hogy csak a kórházukat védik. Valóban a kórházukat védik, de alapjában véve védik Magyarországot. Itt alapjában véve nem az egészségügyi dolgozókról van szó, hanem önökről van szó, mindenkiről. Önökről van szó egész Heves megyéről, Egernek a polgárairól. Az egészségügyi dolgozók megteszik, amit eddig is megtettek. Megvédik önöket. Én csak egyet láttam a tömegen. Azt, hogy azok az emberek, azok gondoltkal terheltek. A életük biztonságának egy szeletét akarják elvenni tőlük. Ők nem föltétlenül politikai jogból tiltakoztak, hanem az volt az érzésem, hogy értik, hogy miről van szó. És ne a tőke martaléka legyen a mi, a magyar embereknek az egészsége. Soha nem látott összefogás szült ez a küzdelem. Ez nemzeti kötelességünk, és együtt sikerülni fog. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Állj azok mellé, kik esküdtettek, neked segítenek. Kik akár holnap, pont te rólad törlik le a verejtéket. Édesanyád kezét fogják, míg a kórháztól messze jársz, párodra mosolyognak, vagy gyermekedet vigasztalják. Amikor föllépett az ember a Bazilikánál, vagy a dobótéren a színpadra, és meglátta azt a több ezer embert, és tudom, hogy betegünknek a hozzátartozója integetett, hogy nővérke, itt állunk, és akkor ő már nem magába jött, hívott még 8 asszonyt, és már ott 9-en álltak. De egyik volt az, aki ismerős volt. Tehát ez a hoz magaddal még nem tudom hány embert, ez nagyon bejött ott. Ez egy felemelő érzés volt. Csak félelem nélkül tudjuk felismerni és képviselni az igazságot. És ne feledjük, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Az egészségügy jövőjének Magyarországon ez lesz a jelképe. Nekünk kell ezt az országot megvédeni, megóvni és megnyerni magunknak. Az EGRI-ek egy része, meggyőződésem, hogy jelentősebb része, teljesen egyetértett ezzel a kórházvédő kezdetben ilyen szakmainak tűnő mozgalommal. És ezáltal vált teljessé ez a kórházvédő mozgalom, hogy az EGRI
lehetséges vagy volt betegek is részt vettek benne. És ehhez jött egy nemzeti érzés is, természetesen nem véletlenül, hogy a nemzeti érzés képviselő pap szívsebész professzortól kezdve több olyan nemzeti közgazdász is megjelent, akiket más rendezvényeken nagyon nehezen tudnak elcsábítani. Egerben mindenki szélesen jött. Mindannyian kegyelemből vagyunk itt, és mindenkinek áldozatot kell hozni azért, ha valamit el akar érni. Áldozatot kell a megfogant gyermekért hozni, hogy megszülessen. Áldozatot kell hozni a családért, és most áldozatot hoztak önök a kórházukért. De áldozatot kell hozni a nemzetért. Meg kell tanulnom, újból meg kell tanulnom, hogy egy hazánk van, egy nemzetünk van, és ki kell egészíteni a nagy írónknak a mondását, hogy a templomot és az iskolát, a templomot és az iskolát ne hagyjuk, a templomot, az iskolát és a kórházat. Tudni kell, hogy ma az egészségügyben óriási pénzek mozognak, és ez a cég, amely az EGRI kórházat akarta privatizálni, nagyon jól tudta, hogy mekkora pénz lehetőség van. Meg kellett akadályozni, és az ilyen demonstrációknak akkor van értelme, ha széles körű a tiltakozás, orvosok, nővérek és a civil lakosság ereje óriási. Itt nem dühöngő emberek voltak, hanem békés, egymásba kapaszkodó, egyet akaró emberek. Politikai, vallási, kortól független egy szent cél érdekében az EGRI kórház megmentése volt a cél. És azért szép példa, mert kellő összefogással, tiszta szívvel, szeretettel mindent meg lehet oldani. Először is szeretném elmondani, hogy ma Magyarországon 42 olyan egészségügyi intézmény működik vállalkozási formában, ami aktív fekvőbeteg szakellátást és járóbetegellátást, valamint 158 olyan egészségügyi intézmény működik, ami csak járóbeteg szakellátást nyújt. Azok közül, az intézmények közül, amik fekvőbetegellátást is nyújtanak, olyan súlyponti kórházak is szerepelnek, mint például a Vas megyei Markusovszki kórház, a Veszprém megyei Csolnoki kórház. Tehát én úgy gondolom, hogy miután ezekkel az intézményekkel semmiféle érdemi panasz nem vetődött föl a működéssel kapcsolatban, az, hogy milyen formában működik a kórház, ez a betegellátás színvonalát nem feltétlen veszélyezteti. Van egy érvényes bírósági megfelelőzhetetlen ítéletünk, hogy a pályázat érvénytelen. 120 orvos és 500 EU dolgozó nélkül nem lehet kórházat működtetni. A város polgári pert indított, jelentette a veszprémi ANTS-nek, a helyi ügyészségnek a törvénytelenséget hivatalosan is. Magyarországon az egész egészségügyi szerkezet, már nem merem ezt a szót használni, hogy átalakítása, alapítása össze-vissza, itt sajnos, ahogy Szágnasi, hogy elmondta, bizonyos oligarha vagy bizonyos tőke csoportok érdekeinek megfelelően történik. Köze nincs a szakmához és a különböző szakmai szempontokhoz, vagy az emberek egészségéhez, az égvilágon semmi köze nincs. Egy ilyen tragikus népegészségügyi helyzetű országban, mint Magyarország, ez egy borzasztó nagy politikai baklövés és hiba, és ilyen részproblémákat mondhatnék az eltávolító orvosok és szakdolgozók tömege, úgyhogy felmerül annak a veszélye, hogy ki fogja Magyarországon egy pár éven belül önöket is, hogyha éppen megbetegeztek, kezelni. Az a veszélyhelyzet állhat elő, hogy a veszprémi ANTS nyilvánvaló, hogy nem csak szakmai megfontolásból, hanem politikai nyomásra is részleges engedélyt fog kiadni a Markó Ferenc kórház néhány osztályára. Tudniuk kell, hogy kb. 35 részleg, illetve osztály működik a kórházban jelenleg. Várhatóan 3 vagy 4 részleg, tehát még a tized része sem, amelyik megfelel az ANTS végleges engedély feltételeinek. Ha 3 osztályra kap ANTS engedélyt, erre olyan finanszírozást kap a kórház,
akkor a megye egészségügyi ellátása össze fog omlani. Ez emberéletekbe is kerülhet. Egészséges és igazságos Magyarországot. Azt mondja szó szerint rendőr százados úr, hogy amennyiben a megyeház előtt megjelenünk, demonstráció, és én leszek feljelentve. Köszönöm. Jó, akkor indulunk, és föl leszek jelentve. Köszönöm, vállalom, százados úr! Szeptember 29-én a Hospinvest ZRT megkapja az ANTS-től a működési engedélyt az EGRI kórházra. A ellátásnak a feltételei azok jól meg vannak határozva. Tehát az azt jelenti, hogy egy belgyógyászati osztályon ilyen létszámmal, ilyen ellátási típusban hány nővérnek, hány orvosnak, milyen felszerelésnek kell működnie ahhoz, hogy az ellátás zavartalan legyen. Na most, én ezt szerettem volna ellenőrizni. És ezért akartam azt, hogy az ANTS bocsássa rendelkezésemre azt, hogy a Hospinvest a működtetéshez milyen feltételeket biztosít, hiszen az engedélyt az ANTS adta ki, és a kérelmet az ANTS-nek, az pedig a Hospinvest adta be. De az a sajátos helyzet alakult ki, hogy én egy meghatározott időpontra kértem, hogy ezt bocsássák rendelkezésemre, mint országgyűlési képviselőnek, de azon a napon, amikor ez végbe ment volna, nem állt rendelkezésemre, azért, mert már az előző napon felhívott az ANTS-nek az akkori igazgatója, és közölte velem, hogy a döntést az EGRI ANTS-től, hogy engedélyezi a Hospinvest mint működtetőnek a szerepét az EGRI kórházban, az áthelyezte a Veszprém megyei ANTS-hez. Természetesen én oda is elmentem, és ott is végignéztem az adatokat, és ott is úgy láttam, hogy nincs biztonságban az ellátás. Hova vitték el? Veszprémbe. Miért Veszprémbe? Mert a veszprémi tisztifőorvos volt azelőtt országos tisztifőorvos, és abban az időben, amikor országos tisztifőorvos volt, privatizálták az ANTS laborokat a Hospinvestnek. Tehát neki egy régi szakmai kapcsolata volt a Hospinvesttel, és ő engedélyezte ennek a kórháznak a működését. Köztudott az, hogy az ANTS sajnos ebben az időszakban különösen nem volt mentes a politikai befolyástól, mint ahogy egyébként hát általában sem az. Egyszerű politikai nyomás volt az, amivel akkor olyan vezetőket neveztek oda ki, akik ezt megtették, mert
hogy meg kellett nekik tenni. Itt egy állampolitikának a megvalósítása volt az érdek. Elutaztunk Veszprémbe a városvezetés egy részével, hogy ott próbáljunk tárgyalni az akkori ANTS országos főorvossal, hogy ugye mondjuk 130-40 helyett 40 orvosnak nem fogják odaadni a kórházat, ha úgy alakul, mert úgy látszódott az előviszony, hogy mit tudom, volt 150-160 orvos talán a kórházban, kb. 120 volt az, aki egy véleményen volt, és voltak azok az operatív szakmában dolgozók, akik úgy érezték, hogy ők nem tudnak egzisztálni kórházi háttér nélkül. A tiszti főorvos egy egyértelmű politikai utasítást hajtott végre, és nem is volt nehéz dolga, mert amikor a felelősségre vonás kérdését vizsgáltuk mi, akkor döbbenten láttuk, hogy a jogszabályokban csak pont az a mondat volt kicserélve, ami aztán egy későbbi felelősség megalapításához elegendő lett volna. Tehát az egész jogrendet lopakodó módon úgy alakították át, hogy ebbe az irányba mehessen az egészségügy. 2008. augusztusában már az ANTS rajta volt, hogy átadja a kórházat a Hospinvestnek. Tehát az ANTS tudta ezt is, hogy érvénytelen a pályázat. Ennek ellenére átjátszották a kórházat. Nekem lehetőségem volt arra, hogy betekintsek, de hangsúlyozom, csak betekintsek azokba a dokumentumokba, amelyek a Hospinvest úgymond stratégiáját képezték, hogy hány orvossal, milyen szakterületen, hány emberrel fogják megoldani az ellátást. Én nem vagyok egészségügyben járatos, ezért Kulcsár Daninak szóltam, hogy Dani, gyere el velem, mert én ehhez nem értek. Hát leültünk, és a szállodai szobába oda állítottak egy embert, aki a hivatott volt felügyelni minket. Mindent lehetett jegyzetelni, csak fényképezni nem. Sok kollega több helyen volt megjelölve az ellátórendszerben, némelyek úgy is, mint a nem a saját szakterületen dolgozó. De hogy az ANTS engedélyt megkapja a Hospinvest, ezért azt lehet mondani, hogy hamis adatokat szolgáltattak az ANTS felé. Ezeket a nyilvánosságra hoztuk, mert ugye, ha ezt elhallgattuk volna, akkor bűncselekményt követünk el. Nem lett belőle semmi, ezt is hozzáteszem, de nem ismertek beperelni bennünket. Mert pontosan tudták, hogy az állításunknak minden mondata az helytálló. A dokumentumok egyértelműen bizonyították, hogy az ellátás szakmai és humán erő szempontjából is lehetetlenek lesznek. 6 hét múlva jöttek el az emberei megnézni, hogy mi van. És azért mondom, hogy meghaltak emberek, mert 6 hét múlva azt írták le a bujdosó emberek, hogy be kell zárni a kardiológiai osztályt, ami addig működött 6 hétig, mert nincs a kórházban kardiológus. A hozzájuk közel álló emberek, egykori tulajdonosok ott ültek az ANTS-nél, tanácsadói, jogi képviselői szerepkörben, tehát gyakorlatilag cégen belül, vagy hogy mondjam, érdekkörön belül el tudták intézni ezt a dolgot. Természetesen minden egyes dolgozót név szerint, szakma szerint, az igazolványaikat, a szakmai végzettségeiket, igazoló okiratokat ellenőrizve adtuk ki a működési engedélyt. Fehérvárra itt egyszer kicsit csinálni egerben? Hát jöttünk segíteni nekik, és szolidárisan vagyunk természetesen. Szeretnénk, hogyha már megnyugodhatnának az egészségügyi dolgozók, orvosaink depressziói elmúlhatnának. Szeredi Ferenc, egri polgár, nem kórház dolgozó, nem pártag, önszántamból vagyok itt. Kórház most
megvívja a maga harcát, mi innen próbálunk nekik segíteni. Büszke vagyok arra, hogy itt vagyok. Barátokká kovácsolódtunk. Igen, barátokká. Rajtunk kívül még több mint 600-an kaptunk ezt egy ilyen levelet, amiben döbbenetes azt olvasni, hogy a kórház rendelőintézetben az ön utolsó munkában töltött napja 2008. október 31. Ezt elolvasni 30 év kórházi szolgálat után megrázó. De ugyanakkor erőt ad nekünk az, hogy változatlanul együtt vagyunk, változatlanul ugyanaz a létszám megvan, és az aggodalmunk viszont óriási, hogy november 1-e után mi lesz Heves-megye betegeivel. Jó egészséget kívánok és maguknak! Ma a köztársasági elnöknél jártunk, és nem jött közénk, vártuk. Nem üzen nekünk, pedig a petíció egy példányát már napokkal előtte eljutottuk hozzá. Ez a demokrácia? Vezetőink nem mernek a nép közé jönni? Az erkölcsiség őre nem politizál. Október 29-én a Hospinvest ZRT-vel finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez a kis lakat azoknak kezére és lábára kerül, akik bűnük elévülhetetlenségével majdan itt felelnek, itt az árulás háza előtt. Ez a picike kis ördöglakat, mert az ördöglakat lényege az, hogyha egyszer rácsattan az ember, onnan le nem jön. A kis bűnökért kis lakatják. A nagy bűnökért nagy lakat jár. Ez a lakat körülbelül annyi, amely Békjónak is meg annyi. Kaptunk egy telefont a megyházára, amelyben azt jelezte az ismertet telefonáló, hogy több bomba került elhelyezésre az épületre. A mai nap lenne, vagy lett volna az utolsó esélyük arra, hogy a SEM és a törvénytelen szerződést fölmondják. Tájékoztatom önöket, hogy rendőri intézkedés van folyamatban. Megkérném önöket, hogy a nyugalmukat őrizzék meg. 9 óra 27 perckor megkezdték kollégáim a képzett bombakutatók az épület komplexum átvizsgálását. Bizottságnak, hogy ilyen nagyra tartják a munkámat, azt mondjuk, köszönöm. Engedjétek be, mert nagy a balhé. Magyar önkormányzat törvénye értelmében a közgyűlés munkájában. Engedje be őket! Nem jöjjön hozzá! Ember! Nem jöjjön hozzá! Nem jöjjön hozzá! Nem jöjjön hozzá!
diktatúra! Szólásszabadság van! Minden önkormányzati szerződésünk arról szól, hogy különböző hatóságok, szervezetek, cégbíróság, ANTS biztosításfelügyelet, cégbíróság, könyvvizsgálat ellenőriz minket. Ezeknek az ellenőrzéseknek jegyzőkönyvei vannak, az önkormányzati politikai testület nem értékeli ezeket az adatokat, hanem a jegyzőkönyveket és a hatóságok véleményét értékeli. Tehát én azt gondolom, hogy mi képesek vagyunk működni, vagy nem vagyunk képesek működni, annak megalapítása az ANTS jogosult. Helyszíni szemlékérdése mit ellenőrizzen az ANTS helyszíni szemlével, de a működést meg nem kezdenénk. Azok a dolgozók, akik jönnek, azok elsőjétől jönnek. Tehát nincs mit ellenőrizni, de ahogy a helyzetet ismerem, valószínűleg elsőjét, de legjobb másodikán, de legkésőbb harmadikán, az ANTS már feljelentések következtében biztosan volt lesz. Változó munkahelyre nem történt szerződtetés, mindenkit egerben kell alkalmazni, akiket alkalmazni. Itt gyakorlatilag mindenkit sorozatos fenyegetések értek, nincsenek miért történtek foglalkoztatás kapcsolatban. Ezek ügyében feljelentések vannak. Az állománytáblát rendelkezésre fogjuk bocsátani, mint ahogy azok a rendőrségi vizsgálati jegyzőkönyvek is nyilvánossággal fognak kerülni, hogy bizonyos dolgozók milyen fenyegetéseket kaptak. A mi jogi álláspontunk arról szól, miután ilyen jellegű események a kórházban rendszeresen megvalósultak, ilyen jellegű összejövetelek rendszeresen történtek, az ilyen esemény, mint ami a mai közgyűlésen is zajlik, kimeríti a fenyegetés bűncselekményét. Amihez azt gondolom, hogy mi értünk, az gazdasági problémák kezelése, azt gondolom, hogy pénzügyi problémák kezelése és ellátás szervezés. Ezt kívánjuk egyetben is. Amire nem számítottunk, hogy a kórház gazdasági válsága mellett a morális válsága is számít. November 1-jét kezdés nehéz lesz, nem lesz zökkenőmentes, ebből egyébként meg fogjuk tenni, és ezt a betegek érdekében fogjuk tenni. Én azt tudom, hogy vannak kórházvédők, akik védik a kórházat, mert úgy gondolom, hogy betegek. Vajon lehet-e jobbra vágyni? Szemünk és lelkünk fáj bele. Vajon fölébred valahára a szolganépek bábele? Ezer zsibbat vágyból. Miért nem lesz végül egy erős akarat? Ma meg kellett volna kapni a végkielégítést, aki nem dolgozik tovább. Sajnos nem kaptuk meg. Mindenféleképpen perelnünk kell. Erős hitünk volt. Fejlett volt az igazságérzetünk, de ami legjobban segített, a közösségi létünk. A másik külső segítség egy külső közösség szerveződött körénk. Nem akarok még egyszer fölállni a padra, szomorú vagyok. Engem 23 óra 59 percig ez a kórház alkalmaz. Addig én ennek a kórháznak tagja vagyok, és a barátommal nem tudtam beszélni. Ezt el kell mondani. Ott rendőrségi felvétel készült arról, hogy engem három izomkolosszus nem engedett be. Köszönöm szépen! Hospinvest ZRT november 1-től átvette a kórház működtetését. Hét darab bírósági és közigazgatási eljárás folyik. Amikor ennek az ügynek a végigvitelére valamilyen formában
ott lévő választópolgárok felkértek, azok az emberek, akikkel én tárgyaltam, ANTS vezetők, ezek között többek között olyanok, akikkel én valamilyen formában közös kapcsolatban voltam. Volt, akit emléképeim szerint vizsgáztattam. Vagy kitértek a dolog elől, mint az Heves megyei ANTS-nek az igazgatója, vagy az otthonomba felhívtak este 6 órakor, hogy ne menjek el, mert akkor már nem kell elmennem. Vagy az történt, hogy ilyeneket mondtak nekem magánemberként, hogy értsd meg, nekem gyerekeim vannak. És magánbeszélgetésre hívtak a következő napon. Amikor végig gondoljuk ezt az ügyet, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon valami borzasztó történik, vagy valami borzasztó dolog zajlik, és valahogy a diktatúrának az az áporodott levegője jön át. Azt látom ebben a dologban, hogy akármit csináltunk volna. Egy kultúrországban, egy európai országban egyetlen közhivatalnok, akkor, hogyha valami jogtalanságot észlel, fel tudja függeszteni az egész eljárást. Magyarország ma jelen formában nem tartozik ezek közé. És erről ezen önöknek el kell gondolkoznia. Újra és újra, hogy levonják belőle a szükséges tanulságot. Köszönöm szépen. Elzárhatják a gázt 3 kórházban, amelyet a Hospinvest üzemeltet. A gázszolgáltató szerint a cég több mint 10 millióval tartozik. A Hospinvest viszont nem érti, azt mondják, hogy amit kértek tőlük, azt befizették. A TIGÁZ szóvívője azt mondta, tavaly évvégén már majdnem elzárták a gázt a Hospinvest több kórházában. A megállapodás értelmében a holnapi naptól az 2 kellene a törlesztést elkezdeniük, én bízom abban, hogy ez így is lesz, és a kikapcsolás így nem fog megvalósulni. A Hospinvest 10 napja csődvédelmet kért. Pár nappal később a cég elnöke azt mondta, egész nap tárgyal, hitelezőket, befektetőket keres, de a válság miatt ez nehéz. Hogyha valaki ellen csődeljárás kezdeményeznek, vagy önmaga kezdeményezi ezt, akkor a szerződéses jogviszonyunk megszűnik. A Hospinvest régió igazgatója telefonon azt mondta, még folynak a tárgyalások, és hogy ők mindent befizettek, amit a TIGÁZ kért. Nem is igazán értjük ezt az egész helyzetet egyébként, mert elmentek a pénzek, és szerintem meg is érkeztek már. Először 900 dolgozó, majd 726 dolgozó vált ki a kórház állományából, abból 120 orvos. 120 orvosból 60 a mai napig nem jött vissza a kórházba. Azt hallottuk, hogy kitűnő szerződést alkottak. A megyei önkormányzat a feladat elsődleges címzetje kőkemény kontrollt fog gyakorolni, és hogy megvan minden biztosíték arra, garancia, hogy az új üzemeltető csodát fog művelni. Mi ezzel szemben a valóság? Az, hogy mára a súlyponti jelleg megkérdőjeleződött, hogy azt gondolom világos mindnyájunk számára, hogy a sokat emlegetett 6 milliárdos fejlesztés a magán befektető részéről vágyálom, és mára a működés képtelenség határára jutott egész Heves megye teljes kórházi ellátása. Gyakorlatilag végül úgy tartotta fönn ezt a rendszert ideig, óráig a Hospinvest, hogy a kórházi tehát az által működtetett kórházak beszerzéseit is, ugye, ha úgy tetszik, mesterségesen irányította. És abból ugye jelentős haszonra tehettek szert azok, akik ugye beszállítottak hozzá, és azoknak a tulajdonosi köre vélhetően valamilyen szinten átfedésbe lehetett akár közvetlenül, akár közvetve a Hospinvest tulajdonosi körével. Ez nyilván kimutatható. Azt mindjárt tudjuk itt Heves megyében, hogy jelentős szállítói tartozásokat halmozott föl, sok-sok Heves megyei vállalkozás tudna erről beszélni, és gyakorlatilag azt hiszem, a felszámolás útján szűnt meg a Hospinvest hatalmas, ki nem elégített hitelező igények mentén. Tehát borzasztó kárt tett az itteni regnálása.
sok-sok személyes tragédiát láttam, amiben az ember kicsit a tehetetlenséggel küzdött, hiszen nem volt eszközünk arra, hogy ezeket megoldjuk. Másfelől nagyon sok áldozatkészséget is láttam, és emberi kiállást. Mennyi egyéni szenvedéssel járt ez a küzdelem? Hiszen jött a munkanélküliség, a szegénység, családok szétestek, volt, aki öngyilkosságban menekült. Óriási egyéni áldozatokat hoztak az emberek ebben a küzdelemben. Hosszú ideig a kórház nem fogadott vissza nővért, közép kádereket. Aztán, ha visszafogadták, megszégyenítették őket, ami embertelen. Ők kiáltották magukat a betegek megmentőjének, és mi voltunk az árulók. Mindazok után, hogy 600-an, vagy több mint 600-an elveszítettük a munkahelyünket. Óriási veszteségeink voltak. Ebből megemlíteném például B. Szabó Pált, aki két egyetemi diplomával rendelkezett, és kórházi portásként dolgozott nálunk, és fölvállalta ezt a munkát, lelki vezetőnk volt, sztrájkbizottság elnöke. Megjegyezném, hogy ma is tisztázatlan halálának körülményei, ami nagyon fáj nekünk. Tehát megértéseket kérem a vendégeinknek, hogy zárkodásának. Köszönöm szépen! Eladtad a kórházat, takarodj a megyéből! Kimegyek! Súlyos kárt okoztak folytatólagosan. Azok a képviselők, akik közérdekű ügyben zárt ülésen tanácskoznak most, és azért tettek bele személyi előterjesztést az előterjesztésbe, hogy arra hivatkozhassanak, hogy emiatt zárt ülést lehessen erre. Ami Heves megyében hónapok és évek óta zajlik, az egy permanens törvénysértési sorozat, és hogyha 21 képviselő százezreknek az egészségbiztosítási közszolgáltatását folyamatosan veszélyezteti, és azt a közvagyont, ami ebben a dokumentumban szerepel, egy vagyonkezelői szerződéssel átadta annak a cégnek, amelynek saját tőkéje egyáltalán nem volt, akkor azt a kérdést kell feltenni, hogyan tovább betegellátás egyszer, mennyibe fog ez mindannyiunknak kerülni, kiket terhel a felelősség, hogy elegendő-e politikai felelősségről beszélgetni, aminek nincsen szankciója Magyarországon, hiszen ezért van permanens válságban a jogállamiság köre, hogy van-e anyagi felelősségre vonhatósága ezeknek a nagyszerű képviselőknek. A demokráciának nevezett, valójában kemény pártpolitikai diktatúra sohasem tudta helyén kezelni ezt az össznépi ellenállást. Mert féltek tőle. Így sohasem akarták rehabilitálni, csak elfelejtetni és elfejteni a megtörtént eseményeket. Egészen bizonyos, hogy csak is a pénzről szól, és nem szól Heves megye betegellátásáról. 4 milliárd forintos nagyságrendű beszállítói tartozást halmozott föl a Hospinvest. Ez persze nem csak Eger Markot Ferenc kórház vonatkozásában igaz, hanem az egész rendszerre. Eger terül közel több mint 800 millió forint érinti. Bár most megtehetném, hogy amennyire tévedtem volna, akkor most nyilvánosság előtt bocsánatot kérjek mindenkitől, de nem kell tennem ezt, mert sajnos az élet minket igazolt. Októbertől a cég helyett egy önkormányzati tulajdonú KFT üzemeltetheti majd a kórházat. A Hospinvesttel kötött szerződést augusztus 1-én bonthatják fel. Ezen én így nem gondolkoztam, hogy most ezt megbántuk vagy nem bántuk. Hát ugye, hogyha tudom, hogy letörik alattam az ág, akkor nem mászok fel a fára. A KFT-be Eger városát és újabb pénzügyi szakmai befektetőként a Debreceni Egyetemet is bevennék. A Hospinvest eredetileg 5 kórházat működtetett. Miután csődvédelmet kért, a 60-i, a Parádfürdői és a Gyöngyösi kórház szerződést bontott. Most Eger is. Kiskunhalason napokon belül ugyanígy dönthetnek. Heves megye olyan helyzetbe került, hogy nem maradt állami egészségügyi intézménye, hiszen Gyöngyös, 60, Parád, Eger elesett. Gyakorlatilag ez olyan rizikó, hogyha bármilyen háborús vagy bármilyen helyzet alakulna, nincs állami irányítás alatt kórház, a magántól ugye nem lehet elvárni, hogy bizonyos helyzetekben
ha az anyagi érdeke nem fűz hozzá, akkor meglépjen bizonyos dolgokat, tehát ez tényleg kockáztatásé az embereknek, az egészségének. Magyarországon hiányzott akkoriban, de tulajdonképpen mai napig is hiányzik az a fajta új társadalmi szerződés, amelyben a társadalom és a vezetők megállapodnak abban, hogy milyen elvek szerint és hogyan építik és hogyan üzemeltetik az egészségügyet. A Heves megyei közgyűlés 2010 év végén hívta életre az előző ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló eseti bizottságot, mely elnökletemmel 2010. januárjában megkezdte a munkáját. Feladata az, hogyha a múltban történtek visszaélések, mulasztások az önkormányzat gazdálkodásában, akkor azt tárja fel. Hát rengeteg iratot vett át az új vezetés. Több köteg iratból próbáltuk meg kihámozni azt a Hospinvestre vonatkozó szerződéseket, bármilyen olyan anyagot, amiből tudtunk egyáltalán vizsgálódni. A mai rendkívüli sajtótájékoztatón egy vélhetően több mint 700 milliós károkozás bizonyítékait hozzuk nyilvánosságra, valamint az álláspontunk alapján megtehető precedens értékű jogi lépéseket ismertetjük. A szerződéseknek a nagy része az mind előnytelen volt a megyére, illetve hát magára a kórházra nézve. Hát látszott az, hogy tényleg csak a profitra, csak a pénzkivételre koncentrálódott az egész ügylet. A Heves megyei önkormányzat a Hospinvesttel kötött vagyonkezelési szerződés alapján, miután a cég időközben csődeljárást indított maga ellen, az önkormányzat rendkívüli felmondással jogosan követelhetett volna több mint 700 millió forint kötbért. A legtöbb eredmény az lett, hogy feljelentést tettünk, és nyilván vártuk a hatóságoknak az eljárását. Hát sajnos azt kell mondani, hogy kicsit csalódottak voltunk, hiszen évekig húzódott egy-egy ügy. A szerződésbontás közlésére a közgyűlés határozatában Sós Tamást felhatalmazta, aki ennek ellenére szerződésszerűen rendkívüli felmondással a megadott határidőig, sőt mandátuma lejártáig mindezt nem tette meg. Olyan komoly ítéletek, mint amire mi úgymond számítottunk, olyanok nem voltak. A mulasztás miatt az önkormányzat később sem tudta érvényesíteni kötbérkövetelését. Az érvényesítés, azaz a teljes kötbérösszeg visszaszerzése később lehetetlenné vált az akkor elmulasztott bejelentési határidők miatt. Ezért a vizsgálatot lefolytató eseti bizottság mai határozata alapján felkérem Szabó Róbertet, a Heves megyei közgyűlés elnökét, hogy a közgyűlés, mint az elnök mindenkori munkáltatója, járjon el munkajogi kérdésben fegyelmi testületként. A mi szeretett alapú közösségünk kisugárzása megnyilvánult a betegek felé, és úgy vettük észre, hogy segíti a betegeknek a gyógyulását. És talán a mai egészségügyből is ez hiányzik, a szeretet alapú közösség, mert ha egy picike félelem van, akár a dolgozók vagy a betegekben, nem történik úgy a betegek gyógyulása. 1956 óta ilyen vagyonvédő mozgalom, mint kiterjedtségében az érintett személyek számát, illetően biztos, hogy nem volt. Szégyen, hogy a magyar jogrendben végül is nem találtuk meg azt a megoldást, és itt nem csak rólunk van szó, akik próbáltunk ennek utána menni, hanem az egész jogrendről, hogy a végén ennek az lett a vége, hogy büntetlenül megúszták azok, akik egy idő után egyértelmű, hogy felelőtlenül gazdálkodtak, és mindent egy lapra feltéve, közpénzt nem sajtnálva erőltették a magán megoldásaikon.